túrabot a kézben, a térkép is itt van. Ezekkel felszerelt, lelkes túrázók foglaltak helyet a Balatonfűzfői Művelődési Ház nagy termében. A természetjárás szeretetén kívül volt még valami, ami összekötötte a jelenlévőket. Mindannyian nyugdíjasok, akik az életet az éveknek országos nyugdíjas szervezet Veszprém megyei túraversenyén vettek részt. A jelenlévő csapatokat Marton Béla polgármester köszöntötte, mint mondta, örül, hogy itt rendezik ezt a versenyt, Balatonfűzfő befogadó település, mindenkit szeretettel vár. Azt gondolom, hogy egy szép túra lesz, bár az idő az, ha nem esik, akkor kedvezett, mert a 32-34 fokban azért mégiscsak húzósabb, de azt hiszem, hogy szép telepen fognak menni, kedvet kapnak, hogy visszajöjjenek, aki meg itt volt, akkor fedezem fel új élményeket. Az idei versenyt a Fűzfői Balaton és a Csepp-Szaltó nyugdíjas klubok szervezték. Közel 10 csapat nevezett, a megye számos településéről érkeztek versenyzők. Nagyon kell vigyázni a különböző vasúti és főpikáns szövéseken. Ugye a közlekedés szabályokat azt nyilván be kell tartanunk, ebben segítséget kapunk, hogy segítsenek a csoportoknak a helyi polgárőrségtől is. Az ismertető után elindult a verseny. A turista bázispont volt a rajt és a cél helyszíne is. Az útvonalat Gyurica László túravezető jelölte ki. Két nevezetes útvonalunk van. Az egyik a Balaton nagykörtúra, azon szoktuk rendezni a féket és a Fűzfő éjszakai körtúrát, az 10,5 kilométer, és van a Balatonfűzfői kiskörtúra, Balatonfűzfő kiskörtúra, ami kereken 8 kilométer. Hát most ez a nyugdíjas túra, ami másodszor van Balatonfűzfőn, ez a Fűzfő kiskörtúra útvonalát követi, ami, mint említettem, 8 kilométer. A nyomvonal változatos terepet biztosított, bár a nagy része a városban vezetett, de akad bőven természetközeli táj is. Ezek az emberek öregek velünk, vele együtt, mami. Lehet, hogy kor szerint öregek, de az aktivitásuk felér bármely fiatal erejével. Ezt nem csak ez a rendezvény bizonyítja, számos más sportos megmozdulása is van a szervezetnek. El lehet mondani, hogy nagyon aktív a Veszprém megyei Nyugdíjas Egyesület, ezt tudom azért, mert országos versenyeken is voltunk. Példaképpen mondanám, hogy tavaly ugyanilyen túraverseny Móron volt, a Dunántúli, azt mi nyertük meg, a Balaton Nyugdíjas Klub, és ennek fejébe Pest, illetve Pomázra kerültünk az országos túrára, azt is megnyertük. És most úgy adódott, hogy Fűzfő rendezi meg a Fűzfői két nyugdíjas klub, a Balaton és a Csepp-Szaltó nyugdíjas klub rendezi meg a idei Dunántúli túraversenyt. Mához két hétre pedig a győztes mehet Budapestre, Hűvösvölgybe lesz az országos verseny. Aktívak nem csak a túrában, most volt egy hete a nyugdíjas tíz próba, sportolnak, sok oldalú sportos nyugdíjasaik vannak, tekézünk, kultizunk, túrázunk, táncolunk, énekelünk, aktívak vagyunk. És ezzel példát is mutatnak a kevésbé régóta fiataloknak. Jelen túra nem csak fizikai próbatétel volt, az útvonal révén ismereteket is szereztek a városról, amikről egy totó segítségével be is számolhattak. A beérkezés után egy közös ebéd várta az aktív nyugdíjasokat.